március 9-én szerdán 10 órakor kezdtük el a felkészülést. A Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia szezonnyitó sajtótájékoztatóján Mátéfi Eszter, a csapat vezetőedzője ismertette az együttes felkészülési programját. Mostanra az is kiderült, melyik edzőmérkőzéseket játsz a hazai pályán az újvárosi egylet. Ferling Bernadették első meccsüket július 24-én délután 3 órától a Vác ellen játsszák. Augusztus 8-án pedig az NB1 újonca, a Moson-Magyaróvár együttese látogat Dunaújvárosba. A nyári felkészülést az augusztus végi kohászkupával zárják a lányok. A hadcsapatos tornán többek között olyan együttesek vesznek részt, mint a horvát RK Podravka, valamint az orosz Zvezda Zvenyigorod. A felkészülésünk során 14 edzőmérkőzést fogunk játszani, 2 tornán veszünk részt, egyrészt a Kohászkupa, hát nem tudom, ez lesz a neve vagy nem, de a Kohászkupát rendezzük itt a Dunaújvárosba, valamint Vácon egy 5 csapatos tornán veszünk részt, ott 4 edzőmérkőzést fogunk játszani, a többi pedig hát más csapatokkal itthon meg idegenben is megmérkőzünk, szolgálják a felkészülésünket. A női kézilabda NB1 2014-2015-ös kiírása is elkészült. Mátéfi Eszter tanítványai szeptember 3-án a Siófok ellen hazai pályán kezdik meg szereplésüket. Ezt követően utaznak az újonc Moson-Magyaróvár otthonába.